Azt gondolnánk, hogy egyre egészségesebben élünk, mégis a betegséggel kapcsolatos statisztikák azt mutatják, hogy minden típusú megbetegedésből egyre több van. Mi ennek az oka? Nem viszük be azokat az alapalkotó elemeket, azokat az eszenciális mikrotápanyagokat a szervezetünkbe, amelyek szavatolhatnák az egészségünket. Illetve beviszünk olyan rendkívül toxikus, mérgező anyagokat, amelyeknek semmi keresnivalója nem lenne ott a testünkben és a szervezetünkben, gondolok itt a rendkívül mérgező nehézfémekre. Ezek ott vannak a mezőgazdaságban használt számos műtrágyában, ott van a kadmium, egy rendkívül mérgező és toxikus nehézfém, ugyanez a kadmium a dohányfüsttel bejut a szervezetünkbe, ott van az amalgám fogtömés például, amelynek 50%-a higany. Nagyon sok tünet utalhat nehézfém terhelésre, gondoljunk csak egy egyszerű fejfájásra, koncentrációzavarra, ízületi problémákra, autoimmun betegségek megjelenése például. És létezik a természetben egy anyag, a huminsav, be tudjuk vinni vele azokat az ásványi anyagokat szerves formában, amelyekre szüksége van a szervezetünknek, és ki tudja vinni azokat a nehézfémeket, toxikus anyagokat, amelyekre viszont nincs szükség a szervezetünkben. Ezt nevezzük egy ion cserélő folyamatnak. Ugye a huminsavnak van a szervezetre gyakorolt valamilyen méregtelenítő vagy ásványi anyag pótló hatása, arról talán már mindenki hallott, vagy ha nem, akkor beszéljünk róla egy picit. De mi is az a huminsav? Hogy kerül a természetből az emberek szervezetébe? Ugye ez egy olyan természetes anyag, amire szükségünk lenne, de oly mértékben átalakították az étrendünket, hogy már nem tartalmazzák a növények ezt az anyagot, pedig nagy szükség lenne rá, hiszen a növény tudja átalakítani az szükséges ásványi anyagokat, elemeket szerves formába, hogy a szervezet számára az hasznosítható legyen.